Sziasztok, srácok, én Dani vagyok, itt fogok egy következő videóval, és ma egy ismét egy ingyenes játékot fogok kipróbálni. Pro 11! Ingyenes játék lehet tesztni, szerni nyugodtan. Jaj, előre félek! Gyors, ezt elmondom a videó előtt, hogy ezt a videót is laptopi mikrofonnal veszem föl, lehet, hogy azért lehet hallani a háttérzajt. Legközelebb próbálom most tudom mikrofonon fölvenni, csak egyszerűen laptopom is kicsit bonyolultam megoldani ezt az egészet. És most nem akarok ezzel szarakodni, és ez így készen állok, hogy elkezdem a saját csapatot? Persze! Milyen countryben legyen a klub? Nincs magyar! Miért nincs magyar? Akkor legyen spanyol. Next. Mi legyen a klubnak a nevé? Neve. Nézzük. Taranko Aik. Nem. Legyen az, hogy Ferencvárosi TC. A spanyol! A spanyol Ferencváros megszületett gyerekek. Short name, FTC. Mez! A spanyol Ferencvárosnak mi legyen a meze, gyerekek? Nézzük. Kolor nyilván úgy zöld-fehér lesz. Hogy fehér nincsen, azt kisporolták, értem. Hát végülis egy ingyenes játék, tudom, mit várunk. Legyen zöld-piros. Na, spanyol Ferencváros set megvan. Nyilát azt gyorsan vegyük el. Igen, boka... igen. Na, a spanyol Ferencvárosi TC ruha megvan. Na, konfirm. Megvan az összes lépés. Szóval most készen van a csapatunk. Kiválasztottuk a ruházatot, a nevet, mindent. Menedzser név, legyen mondjuk... Dani... Tessék, ezen a menedzser név. Konfirm. Dani Gameplay az új spanyol FTC menedzsere. Welcome the club, boss. Köszi. Erről a játékról mi azt kell tudni, megint elfejtettem elmondani a videó elején, hogy mi ez. Bocsánat. Ez egy foci menedzseres játék. Taktik, nézzük. Igen. Oh. Nem lehet több formációt választani? Mert miért? Te rám erőltetni a játék, hogy milyen taktikát válasszak. Ez mi? Oké. Okay. Aha, és most akkor meccselni kell. A spanyol Ferencvárosi TC VS Amsterdam. Úristen. Ez aztán a meccs szimuláció amúgy. Attacking néző. Igen. Jó. Szép. Vigyed. Sanchez. Fernández. Úristen. Fernández. Lőtt kapura. Curtis. Curtisnak lőtt be. Gól! Ez az gól! Sergio Fernández! Hát ő az ilyen emberem. The hero, igen, ő a hős. Taktik, igen, defenzív. Igen, jó. Defenzíveljünk. De én még támadnék. Ajaj, támad az ellenfél, azt érdem. Ajaj. Jó, szép volt. Easy. A menedzser el sem hiszi. Ez a spanyol Ferencváros olyan nagyon jó. Úristen, veretlen. Sanchez. De szép összjáték. Fernández. Lima bőrös leszek. Fernández. Sergio. Curtis pedig kivé. Ezt nem hiszem el. Jó. Ez az 1-0-ra vittük az első pillanatot, a második. Micsoda izgalmas jelenetek. Mera. Úristen, Mera. Ez Tizi. Azt Tizi. Kiadjad, én eladlak téged. Jó. Oké. Okay. Megbúzta. Ez az. 2-0. Kaptam pénzt. Na, nézzük! Pack! Milyen packet kapok? Nicolas Royo! Hát nem túl erős, hogy látom, de nem baj. Megteszi. Aha, biztos veszek 5 eurója ebből a játékból, hogy 1000%. Meg kell cserélni egy új csatárt. Sanchez. Fuss. Jó, Moreno. Moreno, fejes, de akkora egy híró, hogy belfejeli a labdát. Már csak 2 perc. Sincs, lefújta a bíró a meccset. Úgy volt vele, hogy menjünk haza inkább. Ennyi volt a meccs. Sponzorra tárgyalok. Mi? Igen. Megvan. Well done! Jó lesz! Elfogadom. Új szponzor! Alá is írom, signature.
És kaptam plusz 6 millió, 13 millió gyerekek, gazdag a csapat. Tréning. Mindenféleképpen a fiatalokat edzetni akarom, hogy világsztárok legyenek. Vagy ez hogy van? Ja nem? Nem, én azt hittem, én állítom a játékosokat, hogy ki edzen, de ezek szerint nem. Ennyi az edzés? Komoly? Nos, nem! Hú, de szar irányít... Jó? Nice. Nagyon jó. Jó, 16%, és hát most fejlődök a játékosaim, vagy? Aha. Fú, de megint mosottak. Jó. Na! Egész jó. Elsősorban, a kettő csatár az jó. Elsősorban én a gyenge játékosokat cserélném ki. Egy szélső, meg egy középső középpályás. Maximum 17-20. Jó, legyen minimum, mit tudom én, 65-ös. Jó, Iván Csávi. Na jó, legyen egy Csávi. 20 éves, nagyon jó. 5 millióig megveszik. Itt van. 432-es a csapatom. Defender. Jó. Itt már kicsit lehet idős, a 25 éves. 74-es, 25 éves. 1,4 millióért. Ez Space az csak 36-os. Szörnyű. 36-os a Space. Fúj. Takarod. Hát nekem szélső kell, akinek jó a Space. Na, 72-es Space. Ó, 41-es stamina. Ó, jó lesz ő, helyes erősségű. 73-as, gondolom ez a rating, kezdjük úgy. 73-as, 75-ös Space. Hány éves? 24, spanyol. Tökéletes. De neki a Space az jó, ő szélső lesz. Ez az. Fejlődött a csapatnak a ratinge. És van egy kis pénzem, szóval igazolok ide egy védőt. Itt már nem nagyon a sprintre fogok figyelni, jó arra is, de most leginkább a védekezésre fogok itt. És itt lehet már, hát, 27. 82-es sprint, 44-es stamina, gyere. Fel vagy véve. Itt lehet a taktikát állítani, ki a legjobb szabadrúgásba? Ő, egyértelmű. Csapatkapitány, hát ki hány éves? Legyen Paul Sanchez. Kirúgja a szögletet. Ő jó lesz. 11-es, az nagyon fontos. Hát neki jó. Ez legyen tart passzig. Igen, ilyen passzolgatásokra akarok kemény az elefé kapujáig, szóval ez jó lesz. Viszont... Nagyon jó, megint. Viszont... Milton Santos tájtám ide. Mégpedig azért, mert neki 82-es a sprintje. Ja, még egy középen sem igazoltunk, még van 2 millió, szóval egy középenség igazolok, ezt elfejtettem. Jó lesz, leigazoljuk. Kész van a teljes keret. Rohadt erős a csapatom, készen állunk a bajnokságra. Ó, itt azt írja, a ligába ugye elérjük az első, második helyezés. Úgy, nem tudom, hogy lesz itt. A spanyol ligában úgy van, hogy az első négy jut tovább a Champions League-be. Mindegy, az a lényeg, hogy azt írja, hogy akár még a Champions ligába bejuthatunk. Itt is van. Na ne már! Srácok, ezt szerintem folytatni fogjuk majd. És igazából lejátszok az első liga mérkőzést. Jelen le kell játszani vőt. Tornát. Aha. De meg akarom nyerni a Champions ligát. Skadel ellen fogunk játszani. Nem tudom, jó kétről neveket. Ők nem olyan erősek, hogy látom. Egyről attacking. Igen. Attakoljuk. Az első 20 percet meg kell tolni. Az első fél órát legalább. Első 20 perc, fél óra támadás. Egyből. Cserél az ellenfél. Mondta-ja. Bármák, hogy a... Ú, de szép csel. Lőd be. Gól! Ez az! Szép, Montoya. Király vagy! Egy atom vagy, úristen! Ez gól lesz! Ez az! Gól! 3-0, 12. percben! El lesz kippen a meccset, ha jól láttam, ugye?
Igen, skippeljük el. Ez az. 5-0. Első gólnál már skippelem a meccset. Montoya. Be kell lőni. Nem, kivédi. Fejedbe. Hát szerintem vissza le. Jó, gyerünk Sanchez. Gyönyörű, beautiful. Montoya. Gól. Oké, skippelhetjük is. Victory. 4-0, úristen, nem elázom ereséget. Szenvedett az ellenfél. Az első perccel fogunk skippelni, mert ezt meg kell vernünk. Mondtam én. 5-0 megint. Hihetetlen. El is skippelem, hogy 4-0-ás győzött minimum. 6-0. Nagyon jó. Ez easy volt. 3,5 millió kaptam. Fú, vigyelet messzi, csak van. Ez az, bekerültem a ligába, yes! Hú, amúgy 4-2-re nyertünk. 2 gólt azért bevágtuk nekünk. Innen fogjuk folytatni legközelebb, ahol megpróbáljuk megnyerni a ligát, és bekerülni a Champions ligába, meg a kupába, és megnyerni mindent. Mi a véleményem a játékról? Szerintem nem rossz. Egy ingyenes játékhoz képest egész jó amúgy. Jó, nyilván nem amint a Football Manager, nem olyan összetett, de elmegy. Ha tetszett a videó, like és feliratkozás. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, sziasztok!